Ez idáig végig gondoltuk, hogy miért kell a vevőt, az elégedettségét szolgálni, a konverziót szolgálni, és hogy ezt hogyan tesszük meg a menü struktúrával, az értékesítési útvonalak okos kialakításával, és hogy az sokkal lassabban változik a nyitó oldalhoz képest a következő rétegekben, ahol már beszűkítjük, kevesebb információt adunk, nem vonjuk el a figyelmét a vevőnek, mert azt szeretnénk segíteni, hogy konvertáljon és végső soron vásároljon. Az előző részben, a hetedikben azt mutattam meg, hogy miért fontos, hogy a weblap kiszolgálja, a menüszerkezet kiszolgálja a Google Analytica, a Google AdWords igényeit is a kódokkal, követő kódokkal. Egy rövid indoklás. Elveszíteni a vevőinek 80%-át csak azért, mert az analitikát nem használja megfelelően? Ugye nem? Én se tenném, mindenkit rábeszélek az ellenkezőjére, és hogy mindenki más is úgy gondolkodik, ahogy az Apple oldalain látni, íme itt van. Azok, akik az értékesítésben tényleg nagyon profik, és nem szabad elfelejteni, mondtam már, hogy a kisvállalkozó ugyanezekkel az eszközökkel birtokolva őket ragyogóan ki tudja használni a saját területén. Kicsiben ugyanazok a működési elvek, ugyanaz a logika van, mint a nagyoknál. Tehát nézzük meg jó alaposan. Képek, gombok, ikonok. Igen, a nyitó oldal márkaüzenet. Ehhez az értékhez szeretnék tartozni, nekem is valami ilyesmi kell. És egy olyan feltűnő színű autó, amit egyébként nem biztos, hogy megvennénk, de hogy ide hozza a tekintetet. És a márkaüzenetet erősíti, az biztos. Mint a színes harisnyák a kirakatban, vagy a színes extrém cipők a cipőboltban. Aztán van boxmenü, különféle formában, szöveggel, képpel, és van úgynevezett footer, lábmenü. Ez még mindig nem ismétlése csupán a felső résznek. Ha jól megnézzük, messze nem azonosak. Itt adunk tájékoztató dolgokat. Itt vannak a shopping tools, a bevásárló eszközök, és még sok minden egyéb. Választási útvonalak a vevőnek, hogy merre járjon. Aszerint, hogy már milyen szinten van az elkötelezettsége, milyen szinten van az érdeklődése, és hogy ő tulajdonképpen milyen módon szeret vásárolni. Ez a második szintű megamenü, és 2010-ben vagyunk. Ma is ugyanígy kell, hogy kinézzen. Megyünk tovább, megtartva és megerősítve. Menük, kiemelt boxok, gombok. Ezekből épül ma a weblapok 99%-a. De a kérdés mindig az, mikor ezt kiválasztom, hogy kinek készülnek ezek a honlapok. A korai elfogadóknak, a lassan nézelődő, érlelődő, lassú haladóknak, a késői elfogadóknak, akik már csak akkor vesznek mobiltelefont, ha a vezetékesen nem tudnak senkit elérni. Még inkább, ha már nem lehet vezetékes telefont venni. A site navigáció rugalmasan ki kell, hogy szolgáljon mindenkit. Adjunk megoldást mindegyik felhasználó és fogyasztó típusnak. Ne csak azoknak, akik akkor vesznek mobilt, amikor már nem kapnak vezetékest. Rémtörténeteket tudnék mesélni arról, amikor felajánlják nekem, hogy értem, nagyszerű, nagyon sok mindent tud, és nagyon vonzó az, ahogy ezt előadja, de tudja, mi egyszerű gyerekek vagyunk. Az lehet. De hogy minden vevője nem az, abban biztos vagyok. Tudom, hogy azért követelménye többféle konverziós csatorna. Tudom, hogy minden út Rómába vezet, eltérő vevőtípusok más és más navigációs és menüstruktúrákat, navigációs útvonalakat, értékesítési csatornákat kedvelnek. Nem tudok olyan vállalkozást, ahol ez ne lett volna igaz, ha alaposabban megnéztük és újra struktúráltuk a
honlapjukat, és ehhez kapcsolódóan az értékesítési kommunikációt a vállalkozáson belül. Volt rá példa, hogy az árképzési struktúrájukat változtattuk meg, és attól kezdve mozdult minden előre. Hát igen. Itt is vannak szolgáltatásmenük, termékmenük, menügombok, menülinkek, de ugye ez még mindig az első oldal. És van jó nagy legördülő menü is. Vannak kiemelt ajánlatok. Vannak közvetlen ajánlatok, amelyek egy-egy termékre, egy-egy típusra mennek, és nem akar mindent megmutatni, csak azt az egy autót, azt az egy felszereltséget. És természetesen vannak tájékoztatók, hiszen nem egy kiló almát veszünk. De ne csak az autósokat nézzük. Íme itt van. Az egyik legnagyobb, legrégebb óta működő. Mi is ez? Nekünk kevéssé vonzó, mert mi ezeket a luxus hajócsodákat legfeljebb a Titanicból ismerjük. A többség nem egy óceánjáron képzeli el a nyaralását valahol, egy cruiseren, mondjuk a Karib-szigeteket vagy a földközi tengert bejárva, bár azért vannak már Magyarországon is, de külföldön ez jóval divatosabb, megszokottabb. Nézze meg jobb oldalt! Már is kiválaszthatja, hogy mit akar, mennyi ideig akar menni, hova akar menni, honnan indul, hova akar eljutni, mennyi ideig tart, és mondhatnám tovább. Azt is még, hogy melyik fajta hajót. Több óceánjárója is van ennek a társaságnak. Ki lehet választani azt is, hogy melyiket akarja. Elkezdődik a rendelési folyamat, de én még egyszer mondanám, inkább elkezdődik a párbeszéd a vevő és a cruiser társaság között az első vevő oldalon. Lejjebb itt van Design your vacation. Tervezd meg a vakációdat. Freestyle experience. Already booked. Már foglaltál? Vannak még ismételt igényeid? És folytathatnám. És ez csak az első oldal. Nyilván, ha tovább lépünk, akkor már ezeknek a válaszoknak birtokában fogják tovább vinni egy második oldalra, egy harmadikra, és go, rendel. Tudom, hogy a site navigáció hogyan kövesse a felhasználói és fogyasztói szokásokat. Már 2010-ben is ilyen szinten volt, ez ma sem változott. 2014-ben ugyanezt kell megtennünk. A saját honlapom, ahogy szokott lenni, erre tudok a legkevesebb időt szánni, de nem is azért készül, hogy több száz, több ezer megrendelőt gyűjtsek magam köré. Én ezzel a gondolkodásmóddal, ezzel a szolgáltatással, vagy terméket, szolgáltatást, tanácsadást adok. Általában 8-10 cég van fókuszban, és abból közvetlen napi munkában egy héten 3-4 fő feladat van, 3-4 cég, és a többi pedig kiegészítő figyelemmel kísérés, alkalmi feladatok, és így tovább. Tehát én nem tudok és nem is akarok több céget kiszolgálni. Mert ahova én elhelyeztem a cégemet, az nem a kezdjük az alapoktól, tanuljunk belőle, tréningekre járjunk, fizessük ki a könyveket, a tanfolyamokat, a letölthető tudásanyagokat. Nem ez a nagy merítés a piramis alján, ahol a vállalkozások 80%-a van, hanem a következő réteg, ahol már egyfajta nyitottság, egyfajta tapasztalat van, egy más igény, akik szeretnének nap mint nap velem Skype-on is kapcsolatban maradni. Ez egy szűkebb réteg. Én nem a 80%-ban vagyok. Ott mások teljesítik azokat a feladatokat és elvárásokat, üzleti programjukat ahhoz igazították. Nem én teszem ezt Magyarországon. Én a 20%-ban vagyok. A 20% pedig megtalál anélkül is. Nem érdemes nekem nagy hirdetési kampányokat kezdeni, viszont amikor megtalál, akkor az oldalamon
Ugyanazokat a dolgokat kell, hogy megmutassam neki, ha nem is a leglátványosabb, legelegánsabb, legmegkapóbb módon, de ugyanazokat az eszközöket kell biztosítanom számára, mint amit a nagyok tettek. Nekem is van vízszintes menüm, nem is egy, kettő. Van képes menü. Van azonnali konverziós menüblokk, nézzük csak ott jobb oldalon. Live chat, bejelentkezés, keresés, ráközelít. És van vegyes menü. Van, aki ott indul. Ezek egyébként a weblapon, a Google Analitikában jól láthatok, hogy melyik az, amelyiken 15-20% indul el a weblapon tájékozódni, és jut el odáig, hogy kér egy ajánlatot, kér egy időpontot, amikor aztán már személyes kapcsolatot építve folytatjuk tovább. És nagyon jól lehet látni, körülbelül egyenletesen oszlik el a vegyes menüben, és milyen érdekes, a képes menüben van a több, nálam a vízszintes menü egyenletesen stabilan változás nélkül mindig egy olyan 20%-os arányt tart. Persze mihez képest 20%? Na, nem beszélünk erről többet. A lényeg az, hogy én magam is így építettem fel a weblapot. A mai napig így néz ki, és hogy miért nem csili-vili? Miért nincs tele szuper vonzó ajánlatokkal? Mert én magam készítem a honlapot. Az én ügyfeleimnek ez elegendő. És én sem tudok több energiát szánni rá. A grafikától kezdve minden csak annyira jó, amennyi nekem szükséges. Ha nagy tételben, nagy mennyiségben szeretnék vevőket, mint egy honlap, ahol fűkaszát értékesítenek, vagy bármi egyebet, na tessék, valakinek túl sok lett a forgalom a honlapján. Majd megnézzük, hogy mi történt vele. Nos, ha egy fűkaszát vagy hajfestéket adnék el, akkor én is másként gondolkodnék a honlapomról. Tudom, hogy kell egy alapfelszerelés, és tudom, hogy mi a weblapok alapfelszerelése 2010-ben. Micsoda? Egy rugalmas, többszintű menürendszer. Egy interaktív, tehát a vevővel oda-vissza párbeszédet kezdő navigáció. Korlátozott ez a párbeszéd, de mégiscsak választási lehetőséget ad neki. Mégiscsak lehetőség van arra, hogy kitöltsön egy űrlapot, egy kérdőívet, akármit, és ezzel, ha valamit nem jól tesz, nem csak akkor, hanem hogyha többféle dolgot is választhat, akkor már egyfajta együttműködésben vagyunk. Gondoljunk csak egy legördülő menüben. Megkérdezem tőle, hogy melyik típusú konzultációt szeretné, és akkor kiválasztja. De a harmadikra teszem a hangsúlyt. Lehetek én akármilyen okos, lehetek én akármilyen meggyőző, lehetek én guru, amit általában mások szoktak mondani, és soha nem magunkról mondjuk. Ez mind-mind lényegtelen. Ha nem alakult ki az érzelmi döntésekre ható dizájn, és az nem feltétlenül kell, hogy a legtökéletesebb legyen, tudok én mutatni olyan honlapot, amelyik több sebtől vérzik, csak egy dolog van rendben rajta. Könnyen, gyorsan lehet rendelni, és az érzelmi döntéseket jól eltalálta ösztönösen. Miért van ez így? Mert az értelem, a gondolkodás, az észszerű döntések helye, de a vásárlói döntések nem ott születnek, hanem itt. Az agy érzelmi örömközpontjában, ahol azt fedezem föl, hogy igen, én nekem ez megfelel, nekem ennyi elég, vagy én pont ezt akarom. Engem ez tesz teljessé, többé, elégedetté. A saját értékrendszerem, az önértékelésem azt mondja, hogy én ide tartozom. Gondoljanak csak a, például a minisekre, vagy a golfklubra. Számtalan olyan termékcsoport van, amelyik igazán nem tudna elterjedni, és nagy tömegeknek a fogyasztási szokásaiba beleilleszkedni. De csak Harley Davidson, és már nem is sorolom tovább. De van egy értékrendje, az értékhez való kötődés közösséget épít. És ez éppen elég neki. Ez a brand marketing, vagy márka marketing. Na,